Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk tegezi egymást mindenki, kortól, nemtől függetlenül. Na nézzük meg, kezdjük azzal, hogy egy régi kérdés. Ki az, aki nem elégedett azzal, hogy jelenleg, ami a világban folyik, hogy a világ alakul? Oké, köszönöm szépen. Tehát nem vagytok elégedettek? Nem, én nem. Csak? Mi a baj? Mi a baj van? Mi baj van a világgal? Kik szúnyogálnak? Jó emberek? Ja, jó emberek szúnyogálnak. Azon kívül mit csinálnak a jó emberek? Nyaralnak, de utaznak, vásárolnak, nem? Péltik a pénzt, nem? Tehát költik a pénzt. Mit mondtál, mit csinálnak? Jó, pihennek, igen. Olyan, mintha a félvilág flegmatikus lenne, nem? Nem úgy néz ki? Van egy olyan képzésünk most, az önismeret kocsképzés, ahol a vérmérsékletekkel foglalkozunk, és az egyik vérmérséklet a flegmatikus. Na nézzük meg akkor, mivel is foglalkozunk, mi kiderült, vannak képzéseink, de mi célból, mi miatt, mit csinálunk, jó? Nézzük meg ezt. Gyorsan. Hoppá, véletlenül átnyomtam. De miért? Jó, az egér nem jó helyen volt. Na nézzük akkor, mit is csinálunk. Képzéseink vannak, azon belül is coach képzéseink. Múltkor olvasom valakitől, hogy miért nem valami magyar nyelvű vagy magyar szót alkalmazunk erre a képzésekre. Hát azért, mert ezt a szakmát így hívják, hogy coach. Tehát nem úgy hívják, hogy autószerelő, vagy villanyszerelő, vagy mit tudom én, könyvelő, vagy bármi, ezt úgy hívják, hogy coach szakma. A coach azt jelenti, hogy edző. Angol szó. Most, hogy van az EB, és nézitek a meccs elején, hogy milyen játékosok fognak játszani, és akkor ott van, hogy ki az edző. És úgy van odaírva, hogy coach. Tehát a coach az edző. De ugye használják ezt a szót sok helyen, mert használják a sportba, fitnessbe is használják, ott is van személyi edző, azt is coachnak szokták nevezni. De egyébként pedig egy szakma. Milyen szakma? Egy olyan szakma, tehát eleve a coach mit csinál, megnézzük, tehát minden coach megkísérli azt, hogy kihozza abból a szeméből, akit edz, a legjobbat és a legtöbbet. De inkább csak a legtöbbet. Na most a coach szakmában ehhez a legtöbbből jött egy másik is, másik szó, kapcsolódott hozzá egy másik szó. Ez azt jelenti, hogy nem csak a legtöbbet kihozni egy emberből, hanem a legjobbat is kihozni. Tehát nálunk ez úgy működik, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Mit jelent az, hogy legjobbat? Csak azért, hogy ezt is tisztázzuk. A legjobbat azt jelenti, a legetikusabbat. Tehát, hogy az illető képes legyen arra, hogy a jó közt és a rossz közt különbséget tegyen, és akármennyi, milyen mértékű jó, vagy akármilyen mértékű rossz között is tudjon különbséget tenni, és úgy cselekedjen, hogy az jó legyen az a cselekvése. Na most, ha az ember képes arra, hogy
jól cselekedjen, tehát helyesen cselekedjen, és ezt valakinek köszönheti, hogy erre képes legyen, akkor az az illető kihozta belőle a legjobbat. Oké? Na most, ha egy emberből kihozzuk a legjobbat, akkor az az illető arra is fog törekedni, hogy a legtöbbet kihozza magából. De a legtöbb ember önmagában nem képes arra, hogy a legjobbat és a legtöbbet kihozza magába. Miért nem? Mert nem ilyen a neveltetése. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy senkinek. Tehát Magyarországon például tuti, hogy nincs olyan ember, nem is született mondjuk az elmúlt 50 évben olyan ember, vagy nem is tudom hány évben, aki ne kapott volna olyan típusú neveltetést, ahol ne sérült volna. Oké? Tehát gyerekkorában ne sérült volna. Na most minél több sérülés szenvedett el egy gyerek gyerekkorában, főleg az első 7 évében, sőt, még az előtt is, mielőtt megszületett. Abban az 9 hónapban, amíg az édesanyja hasában helyezkedett el. Tehát onnantól fogva, hogy megfogant, a legtöbb ember, nem legtöbb, hanem gyakorlatilag mindenki kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedett el. Ez nem fizikai sérülésekként. Értsétek elsősorban, persze fizikai sérülés is lehetett, de mondanám, hogyha egy ember például gyerekkorban, 7 éves korig fizikai sérülés szenved el, sőt még akár tovább is, akkor annak lelki sérülés is lesz a következménye. Tehát a fizikai sérülésnek lelki sérülés is következménye lesz. Tehát az illetőt, ha megnézed, honnan nyilvánul ez meg? Tehát hogyha az a sérülés fájdalmas, és az illető mondjuk lemegy bánatszintre, tehát sír, akkor onnantól kezdve már létre is jött a lelki sérülés. De az is, képzeld el, hogyha még nem is mondjuk sír, tehát nem bánatos, hanem csak fél, megijed, már lelki sérülést okoz az ijegység. Sőt, még az se kell, hogy megijedjen, hát hogy féljen, hanem elég, ha például mikor éri valami, mondjuk egy sérülés, akkor mondjuk nagyon mérges lesz. Az is lelki sérülést okoz. Na most akkor onnantól kezdve gondoljátok végig, hogy akik itt az elmúlt évtizedekben születtek, mondjuk az elmúlt 50-60-70 évben, vagy 80, mondhatjuk azt, hogy akár 90 évben, tehát mondjuk az első világháborút követően, onnantól kezdve itt Magyarországon ember nincs, aki ne úgy nevelkedett volna föl, hogy ne érte volna lelki sérülés. Világos ez? Na most, ha az embert viszont lelki sérülés éri, akkor minél több lelki sérülés éri, annál inkább nem fog tudni különbséget tenni a jó és a rossz között. Világos ez? Például, ha valakit annyi lelki sérülés ér, hogy elnyomóvá válik, mit jelent az, hogy elnyomó? A körülött, a saját túlélése érdekében a körülötte lévő embereket elnyomja. Ez lehet fizikai elnyomás, és lehet lelki elnyomás. Például a lelki elnyomásnak egyik formája, amikor tehát kisebbíti, lekicsinli a másikat. Kisebbíti a másikat. De az is egy
lelki elnyomás, amikor valakinek a szabadságát korlátozott. Oké? Tehát az lelki elnyomás, ahol a szabadsága az embernek korlátozó van. Na most azért gondold végig, hogy életedben hány olyan alkalom volt, ahol a szabadságod volt korlátozva. És ahány esetben a szabadságodat korlátozták, az valamilyen szintű lelki sérülést okozott, és ez minél régebben történt, tehát minél fiatalabb korodban történt, annál súlyosabb eset lehet. Miért? Mert például 7 éves korig az ember képtelen arra, ugye arról az időszakról ne is beszéljünk, amikor az illető az édesanyja hasában van, de amikor az ember mondjuk az első 7 évét éli, akkor teljes egészében képtelen arra, hogy például azt mondja, hogy ami történt velem, az nem számít. És vagy ami körülöttem történik, az nem számít. Képtelen rá. Tehát a gyerek például úgy működik, hogyha a szülei veszekednek, a szülei veszekedését magára veszi 7 éves korig. Ez a fajta különbségtétel, hogy elkezd az ember teljes egészében különbséget tenni, ez 21 éves korra alakul ki, de sok esetben még arra is képtelenek az emberek, hogy 21 éves kor után különbségeket tegyenek. Tehát az azt jelenti, mit? Gondold végig, még akkor nézzük tovább, ez a különbségtétel. Tehát 7 éves korig egy egyén képtelen arra, hogy megértse, hogy miért történt vele az az esemény. Úgy, hogy magától. Nyilván, ha elmagyarázzák neki, akkor megérti, tehát mert nem hülye. Oké? De magától nem képes megérteni. 7 éves kor után bármi, ami történt veled, ez egyébként egy tanítás is, de megoldást úgyse adok. Tehát milyen megoldást? Módszert nem fogok adni ebben a részben. Tehát magyarul hozzájuthatsz olyan tudásra, hogy milyen vagy és milyennek kellene lenni, de hogy módszert nem kapsz hozzá, hogy hogy jussal oda, az biztos sehol, nálunk sem, csak egy minimális összegért. Oké? Ez a minimális összeg, ez olyan összeg, hogy bárkinek rendelkezésre állhat ez az összeg, ha akarja, és sokkal kevesebb összeg, mint bármilyen olyan tanítás, ahol módszereket adnak. De nem kicsivel kevesebb összeg, hanem sokkal kevesebb összeg. Most gondold végig, amikor módszereket tanulunk, akkor, tehát olyan képzésünk van, hogy módszereket is tanulunk, akkor az óránként 330 forintba kerül. Tehát 330 forintért a gyerekedet nem fogják magyarból vagy matekból korrepetálni óránként. Világos ez? Nem egy felnőttet. Jó? Az első hónap bár ettől eltér, az 660 forint. De az sem nagy összeg. Jó? Na most. Akkor nézzük tovább, tehát ugye vannak azok az emberek, akik ugye gyerekként elnyomást, illetve lelki sérülést szenvedtek el. Azért, mert senki nem magyarázta el nekik, hogy az a helyzet, ami velük történt, az a lelki sérülésnek mi volt az oka. Senki nem magyarázta el. Ez azt jelenti, hogyha bármilyen fizikai vagy lelki fájdalomért az első 7 évben, és azt nem értetted meg, az olyan fajta nyomot hagyott benned, és ezt
Tudod, milyen bizonyossággal mondom, hogy nyomot hagyott benned? 100%-os bizonyossággal, mert kivétel nélkül minden embernél ez így van. És ez azt jelenti, hogyha nem magyarázták el, olyan nyomot hagyott, hogy képessé válik az ember arra, hogy amikor bármikor máskor valami emlékeztet arra a történésre, mi emlékeztethet? Például a helyszín, például az ott lévő tárgyak, például az ott lévő történés, például egy ott lévő személy. Ha emlékeztet, és nem vagy jó állapotban, tehát mondjuk nem vagy vidám, akkor egyszerűen bekattansz, és nem tudod miért, elkezdesz olyan dolgokat tenni, ami nem helyén való abban az adott helyzetben. Oké? Hány olyan emberrel találkoztál már életedben, amely éppen egy helyzetben nem helyén valóan cselekedett? Jó kérdés, nem? Meg se tudnád számolni, annyival. Na most 7 és 14 éves kor között már az embernek felgyülemlik tapasztalata, és ha jó állapotban van, akkor képes arra, hogy valami különbséget tegyen a történések között, ami azt jelenti, hogy már elkezdi akár magától megérteni a történést, ami annyit jelent, hogy nyilvánvaló akkor tudja ezt megérteni, hogyha jó állapotban van, és addig nem tudja megérteni, ameddig a történés hatása alatt áll. De ez azt jelenti, hogy csak akkor tudja megérteni, hogyha már arra vonatkozóan van valamilyen tapasztalata, ismerete, tudása. Ha nincs, akkor nem tudja. Tehát ezért ugye javasolt 7-14 között továbbra is az, hogy kell segítség abban, hogy valaki elmagyarázza a történésnek az okát. 14-21 éves kor között még inkább képes az ember arra, hogy megértsen egy eseményt magától, de az illető nincs kellően jó állapotban, akkor erre továbbra is képtelen. Felnőtt kortól, 21 éves kortól tökéletesen képes lenne az ember arra, hogy magától megértsen egy történést, egy eseményt. Azért nem képesek erre az emberek mégis, illetve mégsem képesek, mert hogy nincsenek jó állapotban. És egy ember nincs jó állapotban, és ez nem valótlanság, amit fogok mondani, nem tud gondolkodni. Nem tud gondolkodni. Ugyanis a rossz indulat, vagy a harag, vagy a félelem, vagy a bánat elveszi az eszét. Világos ez? Nem véletlenül van a nyelvünkben ilyen mondat belefoglalva, hogy na ennek elment az esze. Oké? Vagy elvesztette az eszét. Tehát még egyszer mondom, a rossz indulat, a harag, a félelem, a bánat elveszi az ember eszét. És ha az ember mondjuk egy adott helyzetben ilyenné válik, nem tud gondolkodni. Vagy ha valaki eleve ilyen,
Tehát nem ilyenné válik, hanem ilyen az általános hangulata. Akkor meg végképp nem tud gondolkodni. Tehát nem azt jelenti, hogy az ember nem képes tanulni. Tanulni képes, gondolkodni nem képes. A gondolkodás szóban benne van a gond és az oldás szó. Mind a kettő a gondolkodásban benne van. Ha megnézitek, ha leírjátok magatoknak, akkor ezt a két szót a gondolkodásban megtaláljátok. A gondolkodás az gondoldást jelent. Tehát akkor tudsz gondolkodni, ha képes vagy a gondodat megoldani. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogyha az ember nincs abban az állapotban, mert mondjuk rossz indulatú, vagy haragos, vagy félelemben van, vagy bánatos, akkor nem fogja a gondját megoldani, tehát nem tud gondolkodni. Oké? Na most akkor megnézitek, visszatérve egy kicsit, hogy vajon igazam volt-e, hogy például itt Magyarországon az elmúlt 50, 60, 70, 80 évben nem született olyan ember, akinek tiszta maradt volna a lelki világa. Nem született olyan. Tehát ami azt jelenti, hogy tudod, hogy csinálták ezt régen. Fogták, és a jó képességű gyerekeket elvitték a szülőktől. Nyilván a szülők beleegyezésével. Minél hamarabb vitték el, annál jobb. Honnan tudták, hogy milyen képességű valaki? A szülőktől. Tehát ismerték a szülőket. És ugye miért lesz valaki rossz képességű? Mert a szülei hülyeségeket csinálnak terhes korban. Mikor? Mikor még a gyerek az édesanyja hasában van. Világos ez? Tehát mikor a szülők abban a 9 hónapban hülyeségeket csinálnak, akkor születik egy nem túl jó képességű gyerek. Világos ez? Na most, tehát pontosan meg lehetett határozni a múltban, történelemben így csinálták. Tudod, mikor csinálták például a magyarok így? A törzsi időszakban. A törzsi időszakban csinálták azt, hogy a jó képességű emberek, azok voltak jó képességű emberek, akik ugye tudták, hogy jó, sokat nem tudtak abban a 9 hónapban negatívan befolyásolni a gyereknek. Utána fogták, és minél hamarabb, nyilván lehet, hogy megvárták a szoptatási időszak befejezését, és utána elvitték nevelő, nem szülőkhöz, nevelőkhöz a gyerekeket, akik gondoskodtak arról, hogy bármilyen sérülés érte a gyereket, akkor azt utána megértse. Világos ez? Na most, ha egy ember pici korától a sérüléseit megérti, akkor felnőttként nem fog úgy élni, hogy minden dologra bekattan. Érted? Hát az emberek már arra képesek bekattani, hallanak a tévében egy hírt, érted? Mi közük van hozzá? És simán egy olyan dologra bekattannak, amihez semmi közük. Érted? Mert az egy dolog, hogyha őt éri valamit, és arra bekattan. De egy olyan dologra bekattani, amihez semmi köze. Honnan tudni az embernek, hogy van hozzá köze valamihez, vagy nincs hozzá köze? Hát nagyon egyszerű. Tudsz-e rajta változtatni? Ha nem tudsz rajta változtatni, akkor nincs hozzá közöd. Ha tudsz változtatni rajta, akkor van hozzá közöd.
De azt nem jelent, nem azt jelenti, hogy akarok-e változtatni rajta, vagy nem. Nem ettől függ, érted? A tudsz, nem. Ha akarnál, tudnál-e? Világos ez? Ettől függ. Na most akkor tovább nézve. Vajon mit okoz az, hogy az embert ilyen lelki sérülések érték, számtalan lelki sérülés az élete folyamán? A legnagyobb nyomot a terhesség időszak okozott, utána az első 7 év, utána a második 7 év, utána a harmadik 7 év, és utána a többi. Oké, ez a sorrend. Na most, mit okoz? Tudod, mit okoz? Hogy adott helyzetben nem ideálisan cselekszel. Ezt okozza. Világos ez? Na most, ha az ember adott helyzetben nem ideálisan cselekszik, akkor bizony azt mondja, hogy az élet helyzeteit nem helyesen kezeli. Oké? Sőt, nem hogy problémát megoldana, hanem problémát hoz létre. Oké? És nem képes a problémáit megoldani. Nem képes célokat megvalósítani. Oké? Sőt, minél több ilyen dolog történt valakivel, annál inkább képtelen arra, hogy az emberekkel jó kapcsolatban legyen. Világos ez? Na most, ez azt jelenti, hogy minél több ilyen lelki sérülést elszenvedett valaki, annál, bocs, hogy ezt kell mondanom, de nem lehet más mondani erre, bénábban cselekszik az életében. Oké? És akkor nézzük meg, tehát hogyha ezt végignézed, akkor mit csinálunk? Coachképzéseink által az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és képességeket, illetve gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzetei helyes kezelésére, a problémáik megoldására, megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. A lelki fejlődésre. Mi az, hogy lelki fejlődés? Mindjárt visszatérünk ide, és folytatjuk a gondolatot, csak nézzük, mi az, hogy lelki fejlődés. Itt van a lelki fejlődés. Meg van 7 szintje. És a legtöbb ember az ezen a szinten helyezkedik el. És ezek a fölötte lévő szintek. Tehát amikor mondjuk bekerültél ide a PPH-ba, és mondjuk rendszeresen abban az időszakban nézed az előadást, vagy hallgatod az előadást, amikor élőben folyik, akkor te elkezdtél valahova tartozni. Oké? Tehát ezt a szintet kezded el gyakorolni. Ezen a szinten, amikor az ember valahova tartozik, akkor ugye az azt jelenti, hogy valami közösséghez tartozol. És ennek egy következő lépése, hogy a közösségen belül létrehozol egy saját közösséget. Mert ha ezt nem csinálod meg, soha nem fogsz a negyedik szintre feljutni. Világos ez? Soha. Ötödikről nem is beszélve. Mert ahhoz, hogy a negyedik szintre feljuss, ahhoz az kell, hogy elismerd az embereidet. Világos ez? Tehát, hogy legyenek saját embereid.
és ők elismerjenek téged? Természetesen. Világos? És ez nem feltétlenül valósul meg egy, mondjuk egy munkahelyi vezető részéről, vagy egy, akár egy cég tulajdonos részéről, mert lehet, hogy ő létrehoz munkahelyeket, sőt még az is lehet, hogy elismeri a dolgozóit. Aha, és a dolgozók elismerik őt? Ezt csak úgy kérdezem. Elszokták? Ritka. Előfordulhat. Az egy jó munkahely. Na most, mit jelent az önmegvalósítás? Csak akkor juthat el az önmegvalósítás szintjére valaki, ha már beteljesült neki a négyes, az elismerés szint. Oké? Tehát megtörtént. Nem egyszer, hanem folyamatosan. Tehát ezt már profin tudja csinálni. Az ötös azt jelenti, hogy önmegvalósítás. Magyarul, amit tudsz, át kellene adni másoknak. Kiknek? Hát az embereidnek, nyilvánvaló. Tehát az nem önmegvalósítás, hogy írsz egy könyvet és kiadod. Az nem a te csapatod, aki olvassa. Világos? Ha csak nem, létrehozol egy saját csapatot és annak írsz egy könyvet. Oké? Mert van ilyen a világban. Tehát önmegvalósítás akkor valósul meg, ha a saját csapatodnak átadod a tudásodat. Oké? Mindent, amit tudsz. És ha ez megvan, akkor tud egy következő lépést tenni az ember, ha ezt már profin gyakorlod, az ötöst. Akkor jön a küldetés szintje. A küldetés szintje az, ahol te nem érdekből cselekedsz, okay? Hanem a hit és a meggyőződés az együtt. És van még egy dolog, hit, meggyőződés és kötelességtudat. Három dolog együtt működik. Tehát hit, meggyőződés és kötelességtudat. És az azt jelenti, hogy nem magadért, nem a családodért csinálod a dolgokat. Sőt, nem is egy közösségért dolgozol. Érted? Hanem ennél nagyobb érdekeket képviselsz. Milyen nagyobb érdekek vannak ennél? Például az emberiség. Vagy például az élővilág. Vagy például az összes élettelen dolog a világban. Érted? Vagy például az összes tudás a világban. Vagy például az összes lélek a világban. Vagy például az összes szellem a világban, mármint a Földünkön. Oké? És akkor utána a következő, hogy még nagyobb, hogy gyakorlatilag a teremtőd, a teremtődön keresztül, a teremtőkön keresztül, vagy az Atya Istenen keresztül az egész világ részesül abból a tudásból, amit átadsz. Világos ez? Na most gondold végig, ez így most kicsit nagy feladatnak tűnik. Nem? Ha végignézzük. De mégsem nagy feladat. Miért nem nagy feladat? Azért nem nagy feladat, mert másolhatók a dolgok. Érted? Ami annyit jelent, hogy nem kell neked kitalálni semmit. Helyetted már mások kitalálták, hogy mit, hogyan kell csinálni. Oké? Például, hogyan kell csapatot létrehozni, ezt mások kitalálták. Ahhoz nem kellett nagy találmány, hogy az ember bekerüljön egy közösségbe és tanuljon. Na az már komolyabb, hogy létrehozzon egy csapatot. De a csapatot kezdődik, a csapatnak a létrehozása, hogy lesz egy embered. Majd kettő, majd három.
majd stb. Stb. Egyre több. Oké? Na most menjünk ide vissza, mert ezzel most már tisztában vagytok úgy viszonylag. Jó, tehát hova? Ide. Itt tartottunk, lelki fejlődés. Tehát ha az emberek képesek arra, hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék, problémáikat megelőzzék, megoldják, célokat megvalósítsák, tehát ezekre képesek, akkor az emberek képesek arra, hogy szeretetben működjenek. Nyilván ezekben a képzésekben benne kell lenni az etikának, mert etika nélkül nincs szeretet. Tehát nézd meg azokat az embereket, akik lopva, csalva, hazudva szerzik a pénzüket. Hányan szeretik? Világos ez? Tehát lopva, csalva, hazudva nincs szeretet. Persze van olyan, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, megszereznek nagy pénzeket, érted? És ezáltal ráragadnak emberek, mint a piócák. Tudod? Hát próbálnak haszonélvezőin lenni annak a vagyonnak. Világos ez? És látszólag, mit tudom én, mondjuk segnyalással szeretik azt az illetőt. Érted? De ezt látni, hogy az ilyen embereket, hogyha például bajba kerülnek, az ilyen emberek, akik piócaként ragadtak rájuk, azok hogy spriccelnek szét? És mennyire számíthatnak rájuk? Semennyire. Világos ez? Tehát ez nem szeretet, ezt úgy hívják, hogy érdek. Világos? Tehát amikor az ember azt akarja, hogy a szeretet működjön, az etika használata nélkül soha nem fog működni. Világos ez? Tehát a szeretetnek az alapja az etikus működés. Na most, akkor kérdezném, hogy vajon az etikus működést hol tanították nekem? Persze, valamennyit tanítottak. Mit tudom, ne csináld ezt, vagy ne csináld azt, nem? Milyen? Mindenkinek tanítottak. Vagy mit tudom, akár van 10 parancsolat is a Bibliában, nem? Az is látszólag az. 10 szó. Na, vagy 10 mondat. Oké? De az etika az nem 10 mondat. Mert az etika nem abból áll csak, hogy ne csináld ezt, vagy ne csináld azt. És akkor ugye a legtöbb embernek megkérdezett, hogy mi a különbség a jó és a rossz között, akkor el fogja mondani, hogy hát az relatív, a jó és a rossz fogalma az relatív, attól függ, honnan nézzük, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Hát a nagy túrót azt, honnan nézzük, nem. Pontosan meghatározható, hogy mi mennyire etikus, és mi mennyire nem etikus. Világos ez? És egy embernek, ha ezt megtanulja és elkezdi gyakorolni, most kérdezném, hogy hol tudod leginkább gyakorolni? Tehát ha megtanulod azt, hogy etika, hol fogod tudni leginkább gyakorolni? Tudod miért nem a családodon? Mert ők nem tanulják. Bocs. Tisztelt persze a kivételeknek. Tudod miért nem a munkahelyeden? Mert ott se tanulják. Tudod miért nem a barátaidon? Mert ott sem tanulják. Tudod hol tudod gyakorolni? Azokkal az emberekkel tudod gyakorolni, akik tanulják az etikát. Világos ez? Bocs, de ez így van. Oké? Okay. Hát mit gondolsz, miért csinálták azt régen? Vagy még mindig van a világban ilyen, hogy aki ide fel akart jutni, mutatom, ide fel akart jutni a beteljesülés szintjére, az elvonult mondjuk egy kolostorba. Vagy elment remetének. Érted? És kizárta az embereket a világából.
Tudod miért? Hát nagyon egyszerű, mert az embert olyan hatások érik, tehát valaki tanul mondjuk arról, hogy etika, és közben körül van véve etikátlan emberekkel. Márpedig, ha tetszik, ha nem, már az etikátlanság, tudod miért, mi a legnagyobb baj a bolygón? Nem az, hogy direkt etikátlanok az emberek, nem, hanem az, az a baj, hogy a legtöbb ember a mulasztás ártó tettét művel éppen. Oké? Ezzel kapcsolatban van is egy mondat, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a bolygón. Márpedig most a jó emberek a mulasztás vétségét követik éppen el, mert nem tesznek semmit. Még a saját életükért sem tesznek semmit. Világos ez? Nem, hogy mások életéért tennének valamit, nem, nem, még a saját életükért sem. És ez azt jelenti, mit jelent, hogy a rossz eluralkodik a Földön? Hogy egyre nagyobb lesz az elnyomás. Ezt én mondom körülbelül 20 éve. Oké? Ha nem több. Szerintem már múlt században is azt mondtam ezt a mondatot. Szóval a lényeg, hogy ha az ember etikus akar lenni, nem tudsz olyan emberek közt etikus maradni, ahol körülvesznek az etikátlanok. Hát gondold végig egy munkahelyen, hogy fogsz tudni úgy etikusan nagy teljesítményeket elérni, hogy közben ott mindenki lustákodik. Tudod, mit fognak csinálni? Ki fognak onnan közösíteni? Világos ez? Úgy ki fognak közösíteni, mint a húzat. Erre tudod, milyen példák vannak? Amikor elindult az első világháborút követően az alkalmazotti létforma tömegesen, akkor ugye oda nagyon sok, nagyon aktív ember ment alkalmazottnak. És nagyon sok olyan is, aki nem volt nagyon aktív, de a legtöbb ember nem nagyon aktív volt, hanem a nem nagyon aktív kategóriába tartozott mindig. És ez azt jelenti, hogy mindig azok voltak többségben, akik a nem nagyon aktív kategória. És egyszerűen irritálja a nem nagyon aktív embereket, az aktív emberek irritálják. Világos ez? És tudod, mit csináltak? Kénytelenek voltak a munkaadók a nagyon aktívakat kirúgni. Ez van. Mert egyszerűen sztrájkkal meg mindennel fegyelgettek, ha nem nagyon aktívak, azokat nem rúgják ki. Világos ez? Hát most gondold végig, mondjuk dolgozik valaki egy munkahelyen és nagyon aktív kategória, és látja azt, hogy a nem nagyon aktívak ott vannak körülötte, ott hemzsegnek. Érted? És utána ugyanannyi pénzt fog kapni, mint a nem nagyon aktív. Mit fog csinálni a nagyon aktív? Hát fogja, visszafogja magát, nem? Hát vagy ott hagyja a munkahelyét, mert tele lesz az egésszel a ócipője, nem? Vagy fogja és visszafogja magát. Na most, ha visszafogja magát, akkor, akkor etikus? Nem. Világos ez? Tehát ha te olyan környezet, az imént szóltam, hogy némítsátok el. Szóval, gondold végig, hol fogod tudni az etikát érvényesíteni? Mondjuk rajtunk kívül. Mert itt ugye, aki tanul, az mindenki tanulja az etikát. És törekednek arra, hogy etikusak legyenek. És ha megkérdezed azokat, akik régebben tanulnak itt, de mondjuk nincs csapatuk, mert vannak ilyenek, hogy vajon
a munkahelyükön mennyire tudják használni az etikát. Érted? Mert ott nem etikus emberek vannak. Tehát, hogyha az ember akar felfele haladni ezen a skálán, ugye a lelki fejlődés skáláján, akkor nincs más választás, hogy olyan emberekkel kell körülvenned magad, akik az etikára törekednek. Világos ez? Na, azt meg tudás nélkül felejtsétek el, és gyakorlás nélkül felejtsétek el. És máshol nem tudod majd az etikát begyakorolni, ami azt jelenti, hogyha az etikát nem tudod begyakorolni, akkor menjünk ide-vissza. Nem fog működni számodra a szeretetben, békében és boldogságban való együttműködés. Világos ez? Na most mondok példát, ugye nekem is voltak régen barátaim, sokkal több rokonom van, mint az átlagembernek, ugye ezt akik régen hallgatnak, tudják. Ráadásul ugye, hát miért, mert ugye anyunak 8 testvére, és 8-an voltak testvére, de anyósomék is 8-an voltak testvére. Tehát ezáltal például nekem 22 unokatestvérem volt. Azért az nem olyan sok embernek van ennyi unokatestvére, mint nekem. És persze vannak, csak nem az a többség. Tehát ezért elég népes a rokonság. És nem a rokonsággal szeretek lenni. Nem is a volt barátaimmal, hanem a PPA-sokkal. Világos ez? Ennyi. És ha én mit tudom, akarok elmenni valahova, akkor én nem barátokkal megyek, meg nem rokonokkal megyek, mint régen, mert régen azokkal mentem, hanem PPA-sokkal. Világos ez? Tudod miért? Mert teljesen mások. Több szempontból is. Sokkal etikusabbak. Sokkal. Érted? Egy, kettő, van közös témánk. Világos ez? Nem is kevés? Oké? És nem a semmiről kommunikálunk, hanem olyanról kommunikálunk, ami az életünket segíti. Világos ez? Na most az, hogy megbeszéled a meccset valakivel, mondjuk a barátoddal, bármelyik meccset, most itt az EB-n, az mennyivel fogja megváltoztatni az életedet? Csak úgy kérdezem. Semennyire. Semennyire. A kommunikációnak van egy alapelve. Tudod, mi az alapelve? Az, hogy azért kaptál egy kommunikációt, tehát minden kommunikációt kapsz, ha még nem jöttél rá, rá kellene jönnöd. Az azt jelenti, hogy abból a kommunikációból vagy az egyiknek, vagy a másiknak, vagy mind a kettőnek tanulnia kellene. Na most azért ugye megkérdezném, hogy egy meccs megbeszélésből mit tanul a két fél? Vagy mit tudom, hogy megbeszélik az egyik sorozatot, hogy mi volt a tévében, érted? A sorozat egyik részében. Abban mit tanulna? Na most ezt tudod, mit jelent, hogyha olyan dolgokról kommunikálsz, aminek semmi értelme? Tehát minek van értelme, még egyszer, ami változást idéz elő, méghozzá pozitív irányba, pozitív változást idéz elő. Annak van értelme. Oké? Okay? Tehát ami pozitív változást idéz elő, annak van értelme. Tudod, mi lesz a baj a jövőben? Az lesz a baj, hogy van egy igazán értékes dolgod,
amit soha nem tudsz visszaszerezni. Ha elveszíted, soha nem tudsz visszaszerezni. Bármit vissza tudsz szerezni, de soha nem. Azt tudod, micsoda az idő? És tudod, mi a baj? Hogy amikor az emberek megöregednek, akkor rájönnek arra, hogy ők mennyi időt vesztegettek el. Érted? És minden olyan kommunikáció, aminek semmi értelme, elvesztegetett idő. Oké? Persze, a más téma az élet része az, hogy jól érezze magát az ember. Tehát például mondjuk jókat nevetnek emberek, jókat derülnek beszélgetés közben bármilyen dolgon, az jó, mert fölhozza a hangulatukat. Világos ez? Tehát nehogy félreértsétek ezt a kérdést. Tehát az pozitív változást idéz elő, amikor az emberek jókat nevetnek, jókat derülnek. Érted? Tehát amikor az emberek nem nevető hangulatban vannak, tehát nem ilyen vidám hangulatban, mert nem nevetgélnek, akkor az egy pozitív változás, hogy elkezdenek nevetgélni. Érthető ez? Jó, tehát az is ide tartozik. Természetesen. Na most, de még itt volt egy dolog, együttműködve élni, azért, de miért? Azért, hogy a Földön aranykor legyen 2035-re. Tehát mi az, hogy aranykor? Az elnyomásmentes korszak, következő korszak. Ugye tudjátok, hogy van ilyen korszak, hogy őskor, ókor, középkor, újkor, ugye most az újkorban vagyunk. Hát próbálják az újkort különböző fogalmakkal átvariálni, és akkor mondják, hogy emlékeztek, még a szocializmusba járt a iskolába, akkor volt legújabb kor is, 2017-től. Aztán utána 1990-től, vagy nem 2017-től, hanem 1917-től, ugye onnantól volt a legújabb kor. És akkor kiderült az 1990-es évek elején, hogy nem volt olyan, hogy legújabb kor. Így utólag kiderítették, hogy nem lett olyan. Akkor kitaláltak olyat, hogy vaskor, meg információkor, meg mindenfélét kitaláltak. Nincs, ennyi van, újkorban vagyunk. Jó? Mióta? 1640-től vagyunk az újkorban. Tehát az iparosodás kora. Ha megnézed, most is az iparosodás korát érjük. Ha valaki azt mondja, hogy nem az iparosodás korát éljük, akkor félrebeszél. Ennyi. Oké? Tehát az azt jelenti, az iparosodás kora, hogy folyamatosan gépesítenek, és egyre kevesebb emberre van szükség a anyagi javak létrehozásában. Ilyen egyszerű. Jó? Tehát ez továbbra is 1640-től az iparosodás kora. Ugye miért kötik az 1640-t? Akkor találták fel a gőzgépet. Világos ez? Na, szóval lényeg az, hogy ugye, ha jól emlékszem, Watt volt a gőzgépnek a feltalálója. Ha nem csala az emlékezetem. Tehát az újkorban vagyunk, és a következő korszak az az aranykornak kell lenni, és azt pontosan meghatározták kik. Nem mi emberek határoztuk meg, hanem a fentiek határozták meg. Mit jelent az, hogy fentiek? Fentiek azt jelenti, hogy újkori nyelven felsőbbrendű lények. Oké? Régi nyelven istenek határozták meg. Oké? Tehát nem mi emberek. És mi megkaptuk ezt feladatért, de ezt mindjárt majd látjátok. Vagy feladatként. Nézzük. Tehát a kócsképzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel, egyébként van 10 életterületed, itt van a 10 életterület, tehát ennek van jelenlegi haszna, ha megnézed.
Tehát az ember, hogyha jól bánik önmagával, a párjával, a szüleivel, a gyerekével, másokkal, munkájával, pénzzel, környezetével, a hatóságokkal, Istenével, akkor sokkal boldogabban tudja élni az életét. Világos ez? Ez ugye talán egyértelmű. Ezt olyan nagyon nem kell ragozni. És azért csináljuk, mert a fentiek megbíztak vele minket. Konkrétan ugye nekem mondták ezt, egy álmomba, rögtön fölébredtem rá természetesen, hogy ezt meg kell csinálnunk. És azt is mondták, hogy mikorra. Jó, hát régen egy kicsit más volt, mert azt mondták, hogy 2070. És miért lett 2035? Azt is megmondták, mert ha azt mondták volna, hogy 2035 akkor, azt mondták volna, akkor az úgy tűnt volna, hogy túl közel van. És ezért mondtak egy távolabb időpontot. Tehát magyarul füllentettek egy kicsit. Oké? Okay? De a cél mindig szentesíti az eszközt a füllentésnek. Oké? Okay? Az a lényeg, hogy így elindult, mert azt gondolta az ember, hogy van bőven ideje. És akkor egyszer csak mondták, hogy hoppá, hát ez nem annyi, hanem 2035. Oké? Okay? És nagyon érdekes, mert ez a 2035 nem csak nálam köszön vissza, hanem nagyon sok más embernél. Oké? Okay? És van egy másik visszaköszönés is, amit majd mindjárt fogjátok látni. Hogy nem csak én mondom ezt az időpontot, a következő időpontot, hanem mások is. Milyen másokról van szó? Általában szellemi vezetőkről van szó. Jó? Tehát szellemi vezetők mondják ezeket a dátumokat. Nem fenti szellemi vezetők, a földi szellemi vezetőkről van szó. Na nézzük. Hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján, ezt megtárgyaltuk. Ha itt tanulsz és használod a tanultakat, nem kell félned attól, hogy nem éled meg az aranykort. Biztonságban érezheted majd magadat, egy fantasztikus közösséghez tartozhatsz, bőven fogsz kapni elismerést, kihozhatod magadból a legjobbat és a legtöbbet. Beteljesíted azt, amiért születtél. Ugye itt volt a lelki fejlődésnek a 7 szintje, így ugye itt írom, hogy a 6. lelki szintre az juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. A 7. lelki szintre viszont már akkor juthat föl az ember, akkor, hogyha képes a feltétel nélküli együttműködésre. Saját csapat nélkül ezeket nem lehet elérni. Jó, ezt el lehet érni az 1-es, 2-est, meg a 3-ast is, de 4-estől felfele nem működik a saját csapat nélkül. És azért csináljuk, mert, na itt van a másik időpont, 2026. 2026-ig folyik a kiválasztása annak, hogy kik fogják tanítani az aranykorba jutókat. Oké? Okay? Tehát magyarul, vajon hogy kerültél te ide? Miért kerültél te ide? Tehát ugye ez úgy működik, hogy semmi nem véletlen, ami történik az emberrel. Tehát az életedben egyetlen egy véletlennel sem találkoztál. Oké, lehet, hogy te azt gondoltad, hogy véletlenek sorozata az életed, de ez nem így van. Semmi nem véletlen. Tehát az sem véletlen, hogy bármikor találkoztál velem, közvetlenül vagy közvetve, az mindegy. Oké? Tehát, hogy találkoztál a Nyílt Akadémiával, vagy Szedlacsik Miklós előadásaival, jó? Ugyanarról beszélek egyébként. Ez nem véletlen. Magyarul ide küldtek. Úgy intézték, hogy találkozz velem. Ha nem intézték volna így, te nem találkoztál volna még velem. Világos ez? Tehát úgy intézték, hogy itt legyél. Ami annyit jelent, hogy lehetőséget biztosítottak számodra, hogy megismerd, hogy itt mi mit csinálunk. Én egyébként csak annyit mondok, hogy korszakalkotó dolgot, de hát mindegy. Oké? Okay? Lehet, hogy te ezt még nem fogtad föl, de akkor is ezt csináljuk. Korszakalkotó dolgot. Tehát a világtörténelemben ehhez fogható nem volt még eddig. Világos ez? Ezt csak úgy mondanám.
Tehát a történelemben, az írott történelmünkben ehhez fogható dolog még nem volt. És akkor nézzük tovább. Eléggé korszakalkotó. Tehát ide küldtek, és de mivel szabad akarat van, ezáltal a te döntésed, hogy te mit döntesz. Érted? Te döntésed az, hogy tanuló leszel, vagy sem. Te döntésed az, hogy szervezel, vagy sem. Használod-e a tanultakat, vagy sem. Ez mind a te döntésed. Oké? Hiszen eddig is az életedben megnézed, eléd kerültek a dolgok, te éltél vele, vagy nem éltél, nem másnak a döntése volt, hanem a tied. Ha valaki felvett egy hitelt, az is az ő döntése volt, és nem másé. Világos ez? Senkit nem kergettek bunkos bottal, hogy felvegye a hitelt. Oké? Csak egy dolgot mondok. Tehát ez mind-mind szabad akarat. Tehát lehetőséget biztosítanak a fentiek, és te élsz vele, vagy nem élsz, az a te dolgod. Na most miért biztosítanak lehetőséget? Ez a lényeg. Nagyon egyszerű. Mert minek biztosítanának egy olyannak lehetőséget, akiről azt gondolják, hogy ő olyan egy semmire kellő, hogy ő belőle úgyse lesz sose tanító. Érted? Olyat nem fognak ide küldeni. Nyilván csak olyat, hogy felmérik a képességeidet, hiszen tudják fogantatásodtól, hogy milyen képességeid alakultak ki. Felmérik a képességed, és azt mondják, hogy oké, okay, ő neki van lehetősége arra, hogy bekerülhessen azok köré, akik átadják a tudást a többieknek. Világos ez? De onnantól kezdve szabad akarat. Hogy te mit gondolsz majd magadról, meg mit gondolsz a jövődről, az már te dolgod. Világos ez? Tehát magyarul ők bíznak benne, hogy képes vagy rá, de hogy te mennyire bízol magadba, az már más kérdés. Érthető? Tehát semmit nem kapsz olyan dolgot az életedben, ezt jó, ha tudod, egyetlen olyan lehet, amit kaphatsz, amikor nem éled túl. Oké? Okay? Semmi olyan dolgot nem kapsz, amit nem tudnál megoldani. Világos ez? Csak te nem hiszed magadról, hogy képes vagy megoldani. Ez a különbség. Miért? Mert azt a döntést hozod magadról, hogy te nem vagy képes megoldani. Ennyi. Tehát az életedben soha nem is kaptál olyan dolgot, amit ne tudtál volna megoldani. Világos ez? És nincs más választási lehetőség, nincs más alternatíva ebben. Ez így működik, és kész. Világos ez? Csak olyan dolgot kapsz, amit képes lennél megoldani, csak te úgy döntöttél, hogy nem vagy képes megoldani. Érthető ez? És tudod, miért döntöttél így? Ennek is megvan az oka. A negatív történéseid miatt, amit hagyod, hogy a jelenben befolyásoljon. Világos ez? Tehát a múlt negatív történései miatt hagyod, hogy a jelenben befolyásoljon. Oké? Okay? Na most, tehát az ember képes bármit, ami elé jön, megoldani. Világos ez? Tehát semmi olyat nem kaptál, amit ne tudtál volna megoldani. Mondom, egy ilyen eset van, az a halál kérdése. Jó? Ez az egy. De hát mivel ugye hallgatsz engem, ezért még ez a helyzet nem következett be. Na szóval, van itt egy másik időpont, 2026-ig tehát, ez érdekes módon még a koronavírussal kapcsolatos dolgokban is hallani ezt a 2025 évvége, 2026-tól már jó világ jön, stb. Ilyeneket, érted? Furcsa. Na mindegy, nem is ez a lényeg, de ott is van. És tehát tanítani az aranykorba jutókat. Tanítani. Ezt tudod, mit jelent, hogy valaki képes arra, hogy tanítsa az embereket? Tehát az képes tanítani az embereket, aki képes vezetni az embereket. Világos ez? Na most, de minden ember képes vezetni az embereket, mert van egyese. Mert 1900, tehát egyessel kezdődik a születési dátumot.
onnantól kezdve a képességet megkaptad, mert az egyes szám a számmisztikában, a születési dátumodban az a vezetői képesség, világos ez? És mivel te nem 2000-től születtél, hanem 1900-ban születtél, 1900 valamikor, érted? Ezáltal ugye egyessel kezdődik a számod, ami azt jelenti, hogy megkaptad a születési energiáddal, születésednél fogva azt az energiát, ami az emberek vezetéséhez kell, és pont. Oké? Onnantól kezdve, ha valaki tud vezetni embereket, akkor tud tanítani is embereket. Érthető ez? Tehát ez a kettő, ez teljes egészében összefügg, és ez nem lehet külön választani. Oké? No, akkor nézzük tovább. Az nem azt jelenti, hogy jól is csinálja, csak azt jelenti, hogy tud. Érted? Vagy tudna, ha akarna. Érthető? Mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés. Mit jelent az, hogy egyetlen lehetőség? Mi nincs másik? Mert lejárt az újkor 2035-tel lejár. Világos ez? És onnantól kezdve, aki nem kerül be az aranykorba, az erre a bolygóra még egyszer nem fog leszületni. Világos? Lehet másik bolygóra születni, van még egy, már meg van csinálva, addig nem is volt ez a téma felvetve, míg nem volt kész az a bolygó, ez a másik bolygó, oda lehet születni. Kín az új univerzum szélén, Földhöz hasonló bolygó, kőkorszaki körülmények közé indulva. Jó? Lehet oda születgetni. Tehát ez a bolygó már túl bent van az univerzumban, és nagyon nem jó a negatív energiánk tehát az univerzum ezen részéhez. Nagyon nem jó. Oké? Tehát ha nem változtatja meg az emberiség az energiáját pozitívvá, akkor innen ki van elbrudalva. Világos ez? Ez tudod olyan, mint mikor a lumpen elemeket költöztetik a belvárosból valóva a susnyásba. Tudod? Na, hát ez most ugyanez az univerzumra nézve. Oké? És a Földre nézve természetesen. Na, ezért van még egy kis időnk, tehát gyorsan kellene tenni a dolgunkat, mert az idő fogy. Csak úgy mondanám. Jó? Mert már előkészülünk, hogy 2035-ben aranykor lehessen. Tehát az aranykorról annyit, hogy az elnyomásmentes korszak, ahol nincsenek elnyomók. Érted? És gondold végig most, ha egy olyan korszak lenne, ahol nem lenne elnyomás. Mennyivel boldogabbak lennének az emberek? És miért van elnyomás? Tudjátok, miért kell elnyomásnak menni? Nagyon egyszerű. Hogy megtanuld a rosszat. És megtanulj éles különbséget tenni a rossz és a jó között. Világos ez? És ne akar rosszat tenni. És ehhez kellenek az elnyomók. Hogy megélj az ember a rosszat. Hát most pedig itt az elmúlt másfél évben volt bőven elnyomás. Oké? Mert az emberek azért vannak a Földön, hogy a lelkük arra a szintre fejlődjön, az aranykorban, hogy egy magasabb létformába kerülhessenek. Tehát ugye ide visszamegyünk, itt van, nézzük csak, itt van, beteljesülés szintje a magasabb létformába kerülés. Mit jelent a magasabb létformába kerülés? Amikor már nem kell beszületned egy emberi testbe. Tehát most a lelked beszületett egy emberi testbe, és akkor nem kell beszületned egy emberi testbe, és tehát hogyha tehát elérted a beteljesülés szintjét, akkor a következő életed az úgy zajlik le, hogy visszakapod,
halálod, tehát a földi halálodat követően az összes tudásodat, amit megéltél, az összeset, de megtanultad ugye az utolsó földi létedben, hogy tudj különbséget tenni, éles különbséget tenni a jó és a rossz között, visszakapod az összes megélésedet, ugye mert minden leszületésed előtt törölték a tudásodat, visszakapod az összes elmentett tudásodat, és onnantól kezdve nem fogsz többet elnyomoskodni. Világos ez? Az azt jelenti, hogy úgy fog cselekedni, hogy cselekedni kell etikusan. És ugye ott a testhasználat úgy működik a fenti létformában, a testhasználat, hogy nem gyerektestbe születünk, tehát nem egy csecsemő testbe, nem, hanem fogjuk és ott vagyunk lélekként, és kiválasztunk egy felnőtt testet. De nem emberi testet, mert az emberi testnek rövid az élettartama, hanem olyan testet, amelyikkel el leszel egy pár ezer évig. Oké? Ami azt jelenti, hogy nem, az csak arra használod, amikor anyaggal kerülsz kapcsolatba. Akkor van szükség a testre. Ha nincs anyaggal kapcsolatod, akkor nincs szükség a testre. Tehát gondold végig, a lélek képes arra, hogy az energiából anyagot teremtsen. Világos ez? Nem, nincs szükség rá, hogy testben legyél akkor, mikor anyagot teremt a lélek. De az anyag megmunkálásához már kell a test. Világos ez? Tehát például, amikor mondjuk az anyagból egy vegyületet akarsz csinálni, vagy meg akarod csinálni, és mondjuk az anyagból csinálni akarsz mondjuk egy asztalt, ahhoz kell test. Érthető ez? Tehát ezért ugye a fentiek a saját testükben kibe közlekednek. És addig mit csinál az a test? Szúnyogál, hát ennyi. Tehát ezért, amikor te szúnyogálsz éppen, alszol, akkor nem tudod, hogy most kiléptél a testedből, vagy nem léptél ki a testedből. Világos ez? Tisztában vagy ezzel, hogy kiléptél vajon éjszaka a testedből? Mert éjszaka akár ki is tudsz lépni a testedből, mikor alszol. De ugye technikával azt is el lehet sajátítani, hogy éber állapotban ki tudj lépni a testedből. Tehát tudatosan. Na nyilván ez már egy tudás, és ugye erre jellemzően nem tanítják az embereket. Nem is kell, hogy tanítsák, mert azoknak kell ilyet tudni, akik ezt használni is fogják. Pozitív célokra természetesen. Jó? Na akkor maradjunk ennyibe. Körülbelül ennyi fért bele a mai képzésbe, így is túlmentem az időn. Hát remélem voltak most is érdekességek a mai nap folyamán. És még lesznek is érdekességek, hiszen olyan tudást fogunk most a következő képzésekben tanulni, ugye az önismeret coach képzésen belül, hogy mondjuk hogyan bánjunk egy olyan emberrel, akivel mondjuk együtt élünk. Az most lehet a szülőd, gyereked, párod, érted? És erre konkrét módszerek lesznek, hogy mit, hogyan csinál. Jó, tehát, de ugye önismeret, nem működik úgy az önismeret, hogyha, tehát nem csak arról szól az önismeret, hogy megismerjük a másik működését, és jól csináljuk a dolgunkat, hanem az is fontos, hogy magunk működését ismerjük. És ha valami nem jó a saját működésünkben, akkor ezen képesek legyünk változtatni. Mert ugye ez a fő dolog, hogy az ember változtasson a saját nem helyes működésén. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket. 25 perc szünetünk következik, utána önismeret coachképzésünk folytatódik. Jó szünetet mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok! Egészségeteket!